Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nekem a teljes becsületes nevem az Algarati Magyar Ádel Szájt Hizám Semzen. Igen. Én is ezt mondanám, hogyha nem az én nevem lenne. Fú, nagyon sok problémám volt a nevemmel, tényleg nagyon sok. Az első probléma óvodában kezdődött, nem tudtam megjegyezni. Volt népsorolvasás. Egyszerűen nem, tehát most Algarati Magyar Ádel Szájt Hizám Semzen. Hát azt tudom, hogy tipikkel vagyok, érted? Nem? Nem tudsz ilyeneket. Volt népsorolvasás, én még mindig a Kalányos Tibinél jelentkeztem. Úgy voltam, hogy bőrszínbe passzolt, most mi baj lehet. Maximum összekevernek. És mondták anyámnak, hogy jó lenne, hogy a gyerek tudná nevét, hogy tanítsák meg nekem. Anyám meg az a típus, hogy bármilyen feladat van, át lehet ruházni másra, ő átruházza másra. Ezzel se volt másképp. Mondta bátyámnak, tanítsd meg a nevét. Belökte a szobába, bátyám mondom, mit csinált, na figyelj, mondd utána. Osama Bin Laden. Én megérted, voltam, nem tudom, középsős kis csoportosan, mit csináltam, mondtam utána. Ezzel még semmi baj nem lett volna, tényleg semmi. Csak rá két hétre elvesztem a Tesco-ban. Amikor a hangosba bemondták, hogy a piros sapkás Osama Bin Laden keresi a szüleit, apámnak nem volt őszinte a mosolya. Pedig apám amúgy jó humorú ember, tényleg jó humorú. Annyi hülyeséget megcsinált van, hogyha nincsen mellette anyám. Még így is megcsinál sok mindent. Engem. Egyszerűen azt mondta, hogy ide akarta a belső alkára vallattatni, hogy 50 ezer. Apám sebészként dolgozik, kérdeztem tőle, hogy miért. Mondta, hogy amikor műtét után odajönnek, hogy hát, doktorú, tartozom valamivel, akkor csak így csinálj. Hát, meggondolhatva a szavak nélkül értjük egymást. Nagy forma az öreg. Nem tudom, ki az, aki emlékszik az első pofonjára, amit otthon kapott, az első pofon. Egy ember. Ki az, akit ütöttek már meg, akkor távolabbra a kezem. Négy ember, öt ember. Akit nem ütöttek meg, ezt megüssem most? Tehát így... Én egyszer, nem egyszer, kétszer, háromszor kaptam pofont, mindegyikre emlékszem. Egyszer azért kaptam pofont, mert azt énekeltem, hogy egy kis málnác, ref. Pof! Apám egy oltári nagyot lebaszott nekem. Jó, később ezt utána összeraktam, akkor igazságtalannak tűnt, de később tényleg igaza volt, ezt nem a meccsetben kell énekelni, de hogy... Akkor én ezt nem így gondoltam. Pedig egyébként a fater sokszor megbántott, és én ezeket mindig ilyen traumáknak éltem meg. Gyerekkori traumákból írom az önálló estemet. Az első traumám egyben az első emlékem is. Ki az, hogy bujócskázott a szüleivel? Egy ember, két ember. Milyen gyerekkoroktok volt? Nem ütöttek, nem bujócskáztatok. Én nem is értem. Na mindegy, én bujócskáztam apámmal, és mondtam neki, hogy apá, bujócskázom? Persze, fiam, bujjeledi. Így beszél. Persze, fiam, bujjeledi. Elbújtam. Az első, emlékszem, a mosdókajdó alá bújtam. Az első öt perc meg úgy végül, hogy sosem talál meg ez a néger ember. És hát ti fehér gondoltok, de ugyanaz. Utána eltedek egy 20 perc. Egy kicsit már fáj. Eltedek egy fél óra, és úgy jössz ki 5 évesen, mint egy 90 éves. És akkor látom meg, ahogy kilépünk mosdókajdó alá, látom az előszoba folyosón, hogy apám akkor ér be a bejárati ajtón Tesco szatyrokkal. Mondom, apa, te nem is kerestél? De kerestél, akkor Tesco-ban kerestél. Kösz, pater, tényleg. Anyám sem könnyítette meg a gyerekkoromat. Ki az, akinek az édesanyja fönn van Facebookon és ismerőse is? Egész sokan, tiltsátok le. Azonnal tiltsátok le. Tényleg, én letiltottam anyámat, nem bírom már tovább. Akart nekem írni egy üzenetet, az üzenői falamra írta a következőket. Szia fiam, attól, hogy egy kicsit megbarnul az alsógatya, tudod ott hátul, még nem kell a matrac alá dugdozni. Egyetlen egy like, apám. Múltkor felrakok egy képet, amit stand-upolok. Kép címe, imádom, amit csinálok. Egyetlen egy hozzászólás, anyám, legalább valaki szereti. Anyám még nem igen támogatják ezt a humort, ezt a stand-up comedy. Mondtam anyámnak, hogy figyelj anya, nekem nem ez az utam. Nekem nem az orvos, ők az orvosi felé nyomnának. Mondom, nekem nem az orvosi az utam, nekem a humor az utam. Anyám ír rám, néz, na fiam, ez egy jó vicc volt. Ki az, aki párjával érkezett? Meg se kérdeztem is.
kettő, három, négy. Jó, oké, a múltkori óta már vigyázok. Képzeljétek el, előadás. Ki az, aki pályára érkezett? Itt ül négy csaj, és kettő felteszi a kezét. Most nem az, láttam már leszbiket tévében, de hogy így, itt tökre elfogadó vagyok. Tényleg én az a típus vagyok, aki tényleg mindig mindenkit elfogad, engem nem zavar. Sőt, én annyira elfogadó vagyok, hogy engem az se zavar, én nem az a típus vagyok, hogy jó legyenek, de ne előttem csinálják. Felőlem csinálhatják előttem is, a lányok, és... Nem, de azért valljuk be, hogy amikor látunk leszbiket, és így bevallják, és jelentkeznek, azért van bennünk egy ilyen érzés, hogy ezek leszbik, vágod! Nem? Ezek biztos ollóznak, vagy... Bennem legalábbis van egy ilyen érzés. Az első sodaklubom után megmondom, hogy szintén elszálltam. Tényleg elszálltam. Úgy voltam vele, hogy mindenki engem figyel, tényleg azt éreztem. Mindenki tudja, ki ez a csávó. Nagyon nem így volt, de a valóság gyorsan visszarántott. Ülök a metróba, egy csávó nézeget. Mondom, legyen hülye gyereknek egy jó napja, oda meg megszólítom. Oda meg hozzám mondom, igen, én vagyok az. Tudtam, hol a biciklim? Ez fáj, tényleg fáj. Ti nem tudjátok, milyen így felnőni. Még jó, hogy ilyen pozitív gondolkodású ember ők, tényleg. Én csak a jót látom. BKV bérletet még soha nem vettem. Tényleg soha. Mindig, mikor kérdezik, hogy jegyeket bérleteket, csak annyit mondok, micsodát! Nincs több kérdés. Téma lezárva. Ahova ki akartam lyukadni, az első sodaklubom után én azt hittem, hogy egy újjal fogom kiválasztani, melyik lány lesz az enyém. Hát nem. Kurvára, nem? Tényleg, melyik fiú? Azt kiválaszthatnám. Tényleg, annyi melegbe talál. Írnak rám, hogy szia, te meleg vagy? Válasz, nem. Válasz, miért nem? Most erre mit mondjak, tényleg? Nem, kérdeztem, ki az, aki párjával érkezett, ti szoktatok elni együtt vásárolni? Te most jön, őszint a tiéd nem. Tehát egyébként. Bárra is próbált mosogni, láttam rajta a fájdalmat. Én is ilyen vagyok amúgy. Nekem barátnának az a filozófiája, hogy vagy én megyek vagy a pénztárcám, de az egyik legyen ott. Vagy nem tudom, mire megy a pénztárcám, mert pont mondta a Maxhoz, hogy 90-es években 100 forint volt a gázsia, nekem ma annyi. Tehát így. Na mindegy, és nyilván el szoktam kísérni, és milyenek vagyunk mi férfiak, bemegyünk bármilyen helyre, beindul a radar, ülőhely, megvan, puf, oda megy, leültél, ugye? Meg vagy ott jól el vagy, jön egy lány, ne arra, hogy ezt a szandát fel, takarod szinten, ugye ezek vagyunk mi. Jó, harmadik óra eltelik, elfáradtam, tényleg őszintén fáradt voltam, és megláttam egy ilyen combközépig érő, magas sarkú, vörös lakcsizmát. Egyben a hónomára csaptam, oda viszom a srácot a kasszához, lecsapva nem mondom, cuki fiú, ebből 43-as. A srácok a szemben nem rebbent, azt mondja, én azt már elvittem. Használt egészséget, köszönöm szépen a figyelmet, nagyok voltatok!